Jó napot kívánok, hölgyem és uraim! Ez itt a Hollywood Hírügynökség, és visszaértem Amerikából. Sajnos azonban egy betegséget hoztam magammal haza. Nem kell aggódni, teljesen rendben leszek, csak ö, egyszerűen a végtagjaim zsibbadnak. Ahogy az amerikai mondaná, I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Karácsony! Christmas, motherfucker, do you feel it? Én imádom a karácsonyt, és rengeteg videóval készültem nektek a fa alá, amiket szépen lassan az ünnepek alatt beletolok az arcotokba, mint egy fékevesztett nagymama. Nyomjuk is, kezdésként azt az ősöreg kérdés válaszol meg nektek, hogy mit nézzünk karácsonykor. Most, hogy az otthoni meleg zsírszagú ölelésében is kismillió filmet tudunk elérni a tévénken keresztül, egyre nehezebb kiválasztani azt a filmet, ami teljes körű szórakozást nyújt az egész családnak. Ezért most összeállítottam nektek egy listát arról, hogy mit érdemes figyelembe venni a kikapcsolódó során, hogy elkerülhessétek azokat a kínos pillanatokat, mint hogy mivel idén már kicsi Tommy is velünk ünnepel, mit szólnátok hozzá, hogyha kinéznénk valami állatosat, hogy neki is tetszett? A Wall Street farkasa! Nyizgalmasan hangzik, nézz... and Kezdjünk is bele, mitől ismerszik meg egy tökéletes karácsonyi film? Legyen rövid. Nem, Zoli, a négy órás koleszterin szószos tornádó elfogyasztása után senki nem akarja vele végignézni a Dunkirk Usque 6 órás futamidejét. Kivéve a nagyfatert, de az csak azért van, mert ő ott volt. Né, hát az a Zoli. Legyen happy end. Tudom, hogy nyálas, de talán ez az év legtökéletesebb alkalma arra, hogy elfogyasszunk egy kis hollywoodi valótlanságot. Jó lesz majd mondjuk húsvétkor megmutatni nagymamának a egy Nincs politika. Nem akarsz te lenni az az ember, aki bedobja, akit mennyből az angyal közé a keletről a bevándorlót. Keletről a bevándorló. Eljött hozzá, pásztorok. Nincs szex. Nem akarsz te lenni az az ember, akinek el kell magyaráznia a hat éves hogy a szülke 50 árnyalata nem egy kifestőkönyv. Nincs para. Nem akarsz te lenni az az ember, aki hörd. És bekakil az idegességtől. Van agresszió! Anyát fáradt egész nap főzött. Apát fáradt egész nap fát vágott. Tesót fáradt egész nap úgy tett, mintha segítene, akármiben. Mind megérdemeltek egy kis színészi, agresszív pofaszkodást, hogy elkerüljétek a családi verbális pofászkodást. Buta! Nem tudom eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a film legyen buta. Egy tisztes karácsonyi vacsora elfogyasztása után az átlagember egy szobanövény kombinatorikai képességeivel rendelkezik, nem most akarjátok megfejteni a hetedik pecsét mondani valóját. Mit gondolsz, Béla? Torta! Végül pedig család! Most esett le, hogy a halálos iramban szériát kezdtem el promotálni, pedig nem akarom. Ilyen családi. Na a lényeg, legyen a filmnek egy pozitív családi üzenete, mert, mert miért ne? Ebben a világban elhanyagolhatóan kevés ember van, aki alanyi jogon a te csapatodban játszik. Persze lehet, hogy most sokat veszekedtek, vagy hogy a mindennapokban nincs túl jó vagy aktív kapcsolatotok, de biztos lehetsz benne, hogy abban a pillanatban, amikor krumplifejűnek nevezem az elsőszülött lányodat, amire aktívan készülök, a háttérben már kocogni is fog a spájzba, hogy előkeresse a családi ez az ünnep arról szól, hogy újra megtaláljátok az összetartozásban rejlő értéket. És emiatt egy rövid kis buta, irreálisan pozitív és nyálban úszóan szeretetteljes alkotás nagyon sokat tud segíteni ebben. Szóval ezt a listát végigvéve meg tudjátok találni a végtelen böngészések közepette, hogy melyik lesz a jó film, de hogyha esetleg nincs ehhez most kedvetek, én tudok ajánlani egy filmet, ami nagyon-nagyon jó karácsonyra. Mert úgy történt, hogy a kedvenc univerzumunk, ami még létezik, A Marvel világ kiadott egy galaxis őrzői karácsonyi különkiadást, ami megdöbbentő módon a maga kategóriájában tökéletesen sikerült. Úgyhogy most nézzük meg. A történet szerint Star Lord szomorú, mert már másodjára vesztette el Gamorát. Mantis és Drax fel akarják vidítani, és ezért úgy döntenek, hogy elrabolják Star Lord kedvenc sztárját, Kevin Bacon-t karácsonyi ajándékként. A húzás érthető okokból kifolyólag nem csattant túl pozitívan, viszont Mantis végül egy igazán különleges ajándékkal is készült, ami többet jelenthet Star Lord mindennél. Ennyi. Igazából a story, ez egy 40 perces ilyen kis tévéfilmecske, mégis rengeteg értéket lehet benne fellelni, úgyhogy nézzük most végig. Ez a film imádnivalóan meta. Az egész epizód egy sután darabos animált intróval kezdődik, ami talán még furán is hathat, ha nem láttad ha nem voltál ott. What the hell is that? Így van a katasztrofikus Star Wars különkiadásra utal ez az egész, és a továbbiakban is rengeteg helyen rúg bele ez a film a karácsonyi klisékbe, meg az ilyenkor különlegesen álszent hollywoodi színész arcoskodásba. He's an actor! An actor's are repugnant. Minden utalás csodálatos, rengeteget lehet rögni azon, ahogy kiparodizálja ez a film, azt a megfáradt formulát, amit amúgy végre is akar hajtani valahogy. Én igazából csak azt sajnálom, hogy nem voltak benne modern kori utalások, simán belefért volna egy kis influencer kritika. Áldott békés karácsony mindenkinek! Ez a karácsonyfadísz 26 ezer forint, most megvásárolható a személyes boltomban, és örüljetek bazd meg, hogy nem fürdővíz! A humor is abszolút a helyén van. Érezhető, hogy ezek bejáratott karakterek, abszolút tökéletes a kémia közöttük, és ritmusban is voltak a színészek, mert ugye a Guardians 3 forgatása környékén forgatták ezt is. Mentész és Drax kombója mindig szórakoztató, de mivel a futamidő igen rövid, ne várjatok azért nagy karakterfejlődést, minden második mondat egy Poént. Én végig kacagtam. Nem egy kifinomult humor, de pontosan erről beszéltünk. Egy buta, egyszerű, agresszív hülyéskedés, ami tökéletes karácsony estére. Ja, úgyhogy ilyen bohókás vicceskedés az egész, és ebben nagyon sokat segít a két meglepetésszerűen főszereplő. Mentis meglepő módon ebben a filmben kapta a legtöbb szerepet valaha, aminek abszolút eljött az ideje, mert ugye lassan lezárják a szériáját. Szerintem teljesen elfogadhatóan egészítették ki a karakterét. Arra helyezték ugyanis a hangsúlyt, hogy egyrészt Mentis bezárva élte az egész életét, ezért most úgy viselkedik, mint egy kolostorba zárt keresztény kislány, aki megtalálta a lyukat a falon, másrészt pedig Mentis egyedül érte le az egész életét, emiatt van az, hogy sokszor vállalhatatlanul viselkedik, vagy szükségtelenül, könyörtelenül, kegyetlenül, őszinte, és ez így tök jó, abszolút szükséges rétegelés a karakterének, de azért itt van az egyetlen nagyon rizikós eleme ennek a filmnek. Ezer százalék, hogy azért pár embernek az agyára fog menni mentis rikácsolása, meg hektikus viselkedése. De ezzel végérvényesen nincs baj, mert azok, akik nem bírják ezt a fiatalos hangzavart, apád, nekik ott van a másik fő karakter, Kevin Bacon. Kevin Bacon ebben a filmben Kevin Bacon. Őszintén meglepett, mert azt vártam, hogy valamit így kezdenek ezzel a karakterrel, de nem, Kevin végig Bacon. Ez pedig, őszintén, pedig őszintén nem értettem igazán, de aztán annyira szúr és annyira meleg! De aztán eszembe jutott, hogy ez a Guardians of the Galaxy széria, ami előszeretettel használja a 80-as évek hangzásvilágát, filmes stílusjegyeit, főbb karaktereit és történetelemeit. Itt pedig konkrétan a 80-as évek egyik meghatározó színészét hozták be, úgyhogy nem igazán kellett vele mit variálni. Ahogy szóltak a klasszikus popslágerek az eddigi filmekben, úgy van jelen most egy klasszikus pop színész ebben a filmben. Kevin egyébként egyértelműen borzasztó Szóval jól szórakozott a forgatáson. Szerintem kiváló döntés volt, hogy nem adtak neki egy külön ilyen karaktert, hanem egyszerűen csak engedték ott lenni, mert örült, hogy ott lehet. És ez van! Ez egy humoros kalandos, önazonos és önkritikus, halál egyszerű, vérbuta, szeretetteljes kaland. Minden itt van, kivéve a töl. Szóval kell még ide egy szeretetteljes tanulság, ami ebben a filmben az ajándékkal kapcsolatos és kétoldalú. Egyrészt nem spoiler, hogy Star-Lord nem igazán örül neki, hogy elrabolták neki Kevin Bacon-t. Ami megérthető, mert itt a filmben nincs kimondva, de ugye annak idején Star-Lordot is ugyanúgy rabolták el a szeretteitől a földről, mint most Kevin Bacont. Le lehet, hogy nem erre akart karácsonykor emlékezni? Ez egy nagyon pontos és nagyon fontos felismerés az ajándékozással kapcsolatban, csak azért, mert valakihez kapcsolódik valami, még nem azt jelenti, hogy ezt akarja visszalátni karácsony este. Nézd, mama, porcívó, te itt szoktál porcívni, nem? Oh! A másik fontos tanulság pedig mentis ajándéka. Ezt nem akarom elrontani nektek, de mindenképpen meg akartam említeni, mert egy igazán megható pillanat. Mind a karaktereknek, mind a Marvel rajongóknak. Emlékeztet ugyanis minket arra, hogy miről szól ez az egész, miért érdemes még mindig figyelemmel kísérni, és mik azok a melengető értékek, amikről igazán szól ez az ünnep. És ennyi. Összefoglalván számomra teljesen megdöbbentő módon a Guardians of the Galaxy Christmas Special egy tökéletes karácsonyi filmecske. Nem várt módon tettek bele kreativitást, új értéket, a kontinuitás számára fontos információt, és úgy általában minőséget. Mentis néha irritáló, de ezen túl lehet jutni. A történet összességében rövid, humoros, buta, szívmelengető, nincs benne európai belpolitikai utalás, és a család minden tagjának tartogat valamit. Szerintem abszolút érdemes bedobni. Ha valahogy mégsem ezzel zárnátok az estét, értelmszerűen én a Disney Plus-tól kaptam a Inkett. Ott fent van egy rakás másik nosztalgikus karácsonyi klasszikus és új különlegesség, amik között tudtak válogatni. Ilyen a Home Alone, a Die Hard, az új Santa Clauses vagy az új See How They Run. Ha a videó elején felállított listát használ, akkor könnyen eligazodsz közöttük, hogy mit érdemes megnézni. Így vagy úgy, én nagyon jó filmezést kívánok nektek karácsonykor. Persze messze nem ennyivel tudtuk le az ünneplést, de ezt ez, ez, nem fogom többet felvenni. Én dolgozom tovább, rengeteg kritika, ajánló és egy karácsonyi kommentked is vár még rátok. Úgyhogy én voltam, nem sokára újra találkozunk, szevasztok!